A nulladik nappal újra dübörög a Vekeri Fesztivál. A Kelet Underground tehetségkutató döntője lesz itt ezen a területen, méghozzá önöknek, nektek jobbra a középszínpadon 12 zenekarral indul a Vekeri Fesztivál. Éveken keresztül egy önkormányzati intézmény működtette ezt a területet. Hát meg is volt sajnos a látszata, tehát azt lehet mondani, hogy az önkormányzat úgy döntött, hogy egy új üzemeltetőt fog ezzel megbízni. Egy gazdasági társaságot, akik végre viszik azokat, vagy végigviszik azokat a fejlesztéseket, ami egyáltalán alkalmassá teszi arra, hogy itt kemping és kulturális rendezvény legyen ezen a területen, hiszen az elmúlt néhány évben gyakorlatilag inkább a területnek az eltékozása volt, és gyakorlatilag, ami mozdítható volt, azt mindent elvittek. A fesztiválra közlekedő busz ugye fizetős, és a korábbi Vekeri Fesztiválon pedig ingyenes buszjárat volt, hogy ez nem miért alakult így, mivel azért kicsit szűkebb is ugye a megszólított közönség, és ugye félő, hogy talán kevesebben fognak emiatt kijönni. Az autóbuszállomásról indulnak a buszjáratok. Ezen buszjáratok a helyközi menetrendben meghirdetett megállóhelyeknél állnak meg, és a helyközi menetrendben meghirdetett tarifákkal közlekednek. Érdemes megtartani a buszjegyet, amivel kijönnek, mert itt a fesztiválon belül a vendéglátásos egységekben, hogyha fölmutatják a buszjegyüket, akkor egy korsósört kapnak. Tehát tulajdonképpen a buszjegy ezzel lesz kompenzálva. Korábban elég nagy sikere volt a Vekerin a kerékpár megőrzőnek, ez lesz-e idén? Igen, az idén is lesz. Nyugodtan jöhet bárki biciklivel, le lehet támogatni a biciklit, lesz kerékpár megőrzőnk. Tehát teljes biztonsággal haza is tud menni a kerékpárjával, nem csak eljönni. A Vekeri is annak idején valami ilyesmi irányba próbált elindulni, aztán végülis a kereslet elvitte őket egy teljesen más irányba, tehát hogy valahogyan szűkebb az a réteg, aki ezt igényli. Igen, tehát az a lényeg, hogy valamikor ez a fesztivál ugyanebbe a szisztémába indult el, ez egy rock metal fesztivál volt valamikor a Vekeri Fesztivál, kicsit átosodott tényleg a vásárlói igényeknek megfelelve, viszont egy kicsit nagyobb körbe szeretnénk meríteni. Ez az első fesztiválunk. A következő fesztiválra szeretnénk Magyarországon is talán kiemelkedő, ebbe a stílusban szereplő fesztivált létrehozni.